Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvevőket is. Én Matuska Barbi vagyok. Én Matuska Zsolt vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Mi vagyunk a PPA egyik hetes szintű vezető házaspárja. Nagyon örülünk, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade ZRT, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet és emberismeret fejlesztő képzésén. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. Én a PPH előtti foglalkozásom fogászati asszisztens volt, mára viszont a PPH tanulói csapat szervezés a fő tevékenységünk. Én Békés Csabán élek a férjemmel és kislányunkkal. Egyébként mi a férjemmel itt találkoztunk, és itt ismerkedtünk meg. Én azért kezdtem el a Nyílt Akadémiánál tanulni, mert az életemben lezártam egy nagyobb fejezetet, és felismertem azt, hogy vannak hibáim, és szerettem volna a személyiségemet fejleszteni. Én ezt annak idején agykontroll tanfolyammal kezdtem el, szerettem volna jól megtanulni meditálni, majd, ahogy telt múlt az idő, a PPH lehetősége rám talált, és akkor, amikor beszélgettem a szervezőmmel, akkor ő azt mondta nekem, hogy itt igazából egy helyen van minden tudás, ami az élet összes területét átfogja. Így én elhittem neki, nyilvánvalóan már bíztam benne már akkor is, és ő már itt tanult, tehát hogy nem kételgettem benne, és 2-3 előadás után el is kezdtem a képzést. Nekem a PPH előtti foglalkozásom, én földmérő voltam, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységünk. Azért kezdtem a Nyílt Akadémián a tanulni, mert volt nekem akkor egy nagyon jó barátom, aki ajánlotta nekem ezt a képzési lehetőséget, és pár előadás megnézése után tanuló is lettem. Itt el szoktam mondani, hogy nekem azt tetszett meg a legjobban, hogy a mester Szerdacsi Miklós azt tűzte ki célul, hogy létrehozzon egy szeretet alapú társadalmat, amit úgy hívunk, hogy aranykor. Szóval, amikor idejöttem tanulni, az időtájt különösebb problémáim nem voltak, legalábbis úgy gondoltam, hogy nincsenek. El voltam a kis komfortzónámon belül, és céltalanul bolyongtam az életben. Az itt tanult évek alatt viszont kiderült, hogy gyakorlatilag az összes életterületem rosszul működtem. Most, akik az első részeket látják, vagy azt a részt látják, ugye ezek bemutató előadások, ezeknek a célja a szemfelnyitás, hogy elkezdjenek gondolkodni az emberek azon, hogy hova is tart ez a világ, és az, hogy elmondja Szerdacsik Miklós, hogy mit és miért is csinálunk. És az első részek után vannak az emberiség jobbító kócsképzések. És amióta itt tanulok ezeken a coachképzéseken, rengeteg felismerést kaptam, amik által a személyiségem elkezdett jó irányba haladni. Olyan átfogó tudást és módszereket, amelyek által elkezdtem jobban működni az életterületeimen, és azóta folyamatosan fejlődöm. És fejlődni is fogok életem végéig. Nem is értem, hogyan mondhatnak olyat egyes emberek, akik ugye még nem tanulnak itt, hogy ők már mindent tudnak. És nekik nincs szükségük tudásra. Ezt azoknak üzenném, akik esetleg ezt gondolják magukra. A fejlődésnek sosincs vége. Még a fentieknek sem. El lehet ezen gondolkodni. Szerdacsi Miklós ki szokta ide vetíteni a 10 életterületet, ami átfogja az egész életünket. Ezekkel a területekkel egyre jobban tudok bánni, az itt megszerzett tudás segítségével. Ezek a tudások létfontosságúak ahhoz, hogy ezen a bolygón egy szebb, élhető jövőt tudjunk el kialakítani. A mai előadást a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs, boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani.
Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló mi mesterünk, arra jutunk, hogy a vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás és a szellemi, spirituális terület terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten, legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes, szeretet alapú aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szeracsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai bemutató előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Jelenlegi világhoz mit szóltok? Mennyire vagytok elégedettek ezzel a jelenlegi világunkkal? Nem annyira? Hát érdekes világban élünk, nem? És a problémákban, tehát az általános problémákat mondom, tehát amit ugye a legtöbb embert fog érinteni itt Európában, ezekben a problémákból nem kifele jövünk, hanem javába bele fele cammogunk, tehát befele megyünk. Jó, tehát nehogy véletlenül valaki azt gondolja, hogy egyre jobb és jobb lesz, hanem sajnos egyre rosszabb és rosszabb. Hát ez úgy működik, hogy főleg azoknak, akik nem tesznek semmit. Azért, hogy jobb legyen. Márpedig a legtöbb ember az semmit nem tesz azért, hogy jobb legyen. Tehát semmit. És ugye hát a rossz emberektől nem is lehet elvárni, hogy valami olyat tegyenek, ami az emberek számára jó. De a jóktól el lehetne várni, nem? Hogy a jó emberek azok tegyenek valamit azért, hogy a jövő az jobb legyen, de a jó emberek nem tesznek semmit. Tehát ugye egy olyan világban élünk, ahol itt a szomszéd országban háború folyik, és egy érdekes háború folyik. Fogok erről egy kicsit beszélni, és a megoldásokról is fogok beszélni, jó? Tehát ugye milyen háború folyik? Ugye kirobbant egy háború, igazából ugye ez olyan, mint a medvét, ha piszkálnád. Érted? Tehát mit tudom, ott fekszik szépen a medve az erdőben, de most nem egy bocsról beszélek, hanem egy ugye jó megtermett medve. Mondjuk egy 200-300 kilós medve. És akkor ott piszkálnád, mert ott fekszik, ott békésen, érted? És akkor te meg ott, mit tudom én, nekiállnál piszkálni, mit tudom, rugdosni, stb. Hát előbb-utóbb besokalna, az neked menne. Akkor is, ha ez neked nem tetszene. Azzal, hogy neked mi tetszik, vagy mi nem tetszik, azzal a medve nem foglalkozna. És valahogy most így voltak az oroszokkal az ukránok. Meg nem csak az ukránok, hanem úgy ámblokk. Tehát ugye az elmúlt 10 évben fegyverkeztek ugye az ukránok, tehát segítették, hogy fegyverkezzenek az ukránok.
ugye a nyugat segítette természetesen, akkor ugye pucsolták az előző legálisan megválasztott kormányt, ugye nyugatbarát kormányt raktak oda. Ugye volt egy eredendő megállapodás, hogy van egy ütköző zóna, ami azt jelenti, hogy az ütköző zóna az a nyugat és az Oroszország között lett volna, az egy semleges zónának kellett volna maradni. Tehát Lettországnak, Litvániának, akkor mi van ott még? Észtországnak semlegesnek kellett volna maradni. Ugye ide tartozott Ukrajna, ide tartozik Moldova, ez mind egy semleges zónát kellett volna, hogy betöltsön. És akkor ezzel szem, és így állapodott meg a nyugat, meg az Oroszország. Tehát ez volt egy feltétel, hogy az orosz csapatok ki legyenek vonva erről a területről, ez volt egy feltétel, hogy megmaradjon ez a semleges zóna. Na most ehhez képest, ha megnézed, Litvánia, Lettország, Észtország már régóta NATO tag, régóta EU tag, tehát ami azt jelenti, hogy, így fölrúgták az oroszokkal tett megállapodást. Na most ezt a megállapodást tovább föl akarta rúgni a nyugat, például ugye azt akarja, mert az is volt a megállapodás, hogy akik leváltak Oroszországról, azok maradjanak semlegesek. Illetve olyan mértékben semlegesek, hogy nyilván maradjanak orosz barátok. Tehát orosz barátok. Tehát ne Oroszországnak az ellensége legyen, hanem orosz barát. Ilyen ország például, mit tudom, Grúzia, most már Georgiának hívják. Jó, és még számos más ország, amely továbbra is tartja, Grúzia már nem, például Grúzia is ugye kacsingat az EU felé, meg kacsingat a NATO tagság felé. Moldova ugyanúgy elkezdett ugye kacsingatni az EU felé, meg a NATO felé, és ez az oroszoknak nyilvánvaló nem tetszik. Most gondold végig, ez olyan, mintha neked lenne egy földed, és mit tudom én, azt mondanád, hogy bérbe adod a földed egy részét. És akkor fognák, és az, aki bérbe veszi a földed egy részét, az fogná és próbálná tulajdonába venni a te földedet, érted? A te akaratod nélkül. Tehát te nem akarnád eladni, de el akarná venni tőled a tulajdonjogot, érted? Nem tudom, mit szólnál hozzá. Gondold végig. Én úgy kirúgnám azt az illetőt, hogy lába se érni a földet. Mint birtokháborítót. Érted? Na most gondold végig, ugyanez nagyban az oroszoknak az a saját területük volt. Érted? A saját területük. Ukrajna abszolút az orosz birodalom, mit tudom én hány száz éve az orosz birodalom része. Tehát az azt jelenti, de nem csak azok, hanem ugye a többiek is Oroszországhoz tartoztak. Most, hogy mikor foglalta el, az részletkérdés. Tehát Magyarországot, ha megnézzük, nem foglalták el a csehek, nem foglalták el a románok, nem foglalták el a szerbek, nem foglalták el az osztrákok, nem foglalták el az oroszok az első világháborúban, mégis elvették ezeket a területeket. Oké? Tehát úgy, hogy nem foglalták el, és elvették. Na most gyakorlatilag az oroszok meg elfoglalták ezeket a területeket. Tehát az azt jelenti, hogy az övéké lett. Tehát számos ország a világon elfoglalt területeket, és onnantól kezdve az ő országának a része lett. Ez egy természetes dolog. Na most ő azért mondott le ezekről a területekről, nem lemondott,
hanem egyszerűen megállapodott, hogy ezek semlegesek maradnak, de orosz barátok maradnak. Ez volt a feltétel. És ehhez képest ugye ez szépen a nyugat áskálódása véget, elérték azt, hogy ne maradjon semleges. Tehát így lépésről lépésre, országokról országokra, szépen a nyugat úgy gondolta, hogy bekebelezi ugye azokat a területeket, ami mind Oroszországhoz tartozott. Most tök mindegy, hogy azt mondanám, hogy Szovjetunió vagy nem, igazából az az orosz birodalom része volt. Na szóval lényeg az, hogy, és itt volt a határ, ahol azt mondták, hogy állj ne tovább, azt mondták az oroszok. Világos ez? Tehát állj ne tovább. És ez teljesen jogos. A saját érdekszféráját egyetlen egy állam sem akarja kiadni a saját kezéből. Ezért voltak a háborúk. Ezért volt az első világháború, ezért volt a második világháború, mert egymás érdekszférájára pályáztak más országok. Oké? És most is erről szól a történet, hogy a nyugat pályázik arra az érdekszférára, ami nem az övé volt, soha nem volt az övé. Oké? És ezt az oroszok, mivel elég nagyok és atomhatalom, nem hagyják. De az a helyzet, hogy elég sok katonai szakértőt megnéztem mostanában, hogy mit nyilatkoznak a katonai szakértők, mert az a lényeg, hogy a politikusok mit mondanak, ők nem értenek az egészhez semmit, a katonai szakértők értenek valamit a háborúhoz, a többiek nem. Tehát ezáltal ugye, ha megnézed, te megnézhetsz bármilyen katonai szakértőt, katonai szakértők egyértelműen azt mondják, hogy amit most én elmondtam. Érted? És azt mondják, hogy nem kellene piszkálgatni egy atomhatalmat. Mert egy atomhatalom az nem fog vesztesként kimenni egy háborúból. Tehát egy atomhatalom az nem tud veszíteni. Érted? Ezt az összes katonai szakértő elmondja, hogy nem tud veszíteni. Na most, és gyakorlatilag piszkálgatják folyamatosan az oroszokat, úgyhogy az nekünk rossz, európai embereknek, nem az oroszoknak, mert nem tudom, ennek is utána nézhetsz, ne a fősodrású médiát nézd meg, hanem a szakértőket. Hogy azóta India és Oroszország között, Oroszország és Kína között a kereskedelem többszörösére ugrott, amióta Európa szankcionálja az oroszokat. Tehát az oroszok nem jártak rosszul. Ráadásul ugye mit értek el, hogy Indiával és Kínával megerősödik ugye egy kapcsolat, az oroszoknak a kapcsolata, amit ugye a nyugat egyáltalán nem akart sose, főleg nem az amerikai nyugat nem akart, hogy erősödjön meg ugye Kínával és Indiával a kapcsolat. Tehát hogyha megnézzük, meg lehet azt is nézni, utána néztem, hogy például India hol, tehát a katonai erőben hol tart? Hát ott van a legnagyobbak után. Érted? A legnagyobbak után. Tehát ugye a legnagyobbak USA, Oroszország és Kína, és rögtön ott van utánuk már India. Érted? És ami azt jelenti, hogy nem véletlenül például ez a három ország, de nem három, hanem BRICS, az hány betű? Öt betű, igen, öt ország, ugye már régen, évek óta kötött egy megállapodást. Ugye mi a BRICS? Ugye? Brazília az a B. Az R az a Ruszki, tehát Oroszország. I az India. A C a Kína. És nem, az S Dél-Afrika. Tehát Szúd-Afrika, tehát Dél-Afrika. Tehát a BRICS, ezek a BRICS országok. Na most ez azt jelenti,
hogy mit akarnak a BRICS országok. Hát például az, hogy ne dollárba számoljanak el. Érted? Tehát meg akarják szüntetni, már régen elkezdték ennek a tervezetét, hogy megszüntessék a dollárt, mint világvalutát. Hogy minden dollárba számoljanak el. Oké? Tehát ez nyilván az USA-nak baromira nem tetszik. Nyilvánvaló. Nem tudom, tudjátok-e, hogy az iraki háború miért tört ki? Azt mondod, az olaj miatt. Nem igaz. Tudod, mi miatt tört ki? Mert Irak megállapodott az Európai Unióval, képzeld el, hogy euróban számolnak el, és nem dollárban. Érted? Ki volt? Ugye Saddam Hussein, aki megállapodott az Európai Unióval, hogy euróban fogják az olajat elszámolni, az olajkereskedelmet, és nem dollárban. Rögtön megtámadták az amerikaiak Irakot. Oké? Tehát nem az olaj miatt, hanem amiatt, hogy nem a dollárt akarták használni az elszámolásoknál, a pénzügyi elszámolásoknál, hanem az eurót. Oké? Szóval lényeg az, hogy mondom, nyugodtan nézzetek meg katonai szakértőket, egyetlen egy katonai szakértő nem mondja, hogy Ukrajna meg tudja verni Oroszországot. Mind azt mondja kivétel nélkül, hogy esélytelen Ukrajna arra, hogy ezt a háborút megnyerje. Na most ez mit jelent, hogy esélytelen? Ez azt jelenti, hogy nem tudom, azt is utána néztem annak, illetve hát nem néztem utána, hanem elmondják a katonai szakértők, hogy képzeljétek el, hogy gyakorlatilag az EU kimerült. Milyen tekintetben? Fegyverszállítás tekintetben. Mert eddig a fegyver és lőszer szállítás tekintetében a legnagyobb ugye készleteket ők nyújtották a Ukrajnának. Tehát mi EU nyújtottuk. Mi magyarok nem, de a többi ország. És ugye mit szórtak ki? A szakértők azt mondják, hogy a múzeumi darabokat kiszórták. Tehát azokat ami gyakorlatilag már ősrégi fegyverek. Tehát azt adták át az ukránoknak, az ősrégi fegyvereket. Na most, de új fegyvereket nagyon korlátozottan akarnak átadni, mert azzal a saját védelmi erőiket csökkentik. Na most, tehát azt nem adják. Marad, amit tud adni ugye a nyugat, tehát Európa, tehát az Unió, amit tud adni, az pénz. De tudod, milyen pénzt tud adni? Amit fölvesznek hitelbe. Tehát az EU-nak nincs már tartaléka, a tartalékát kifizette, ezeket meg gazdasági szakemberek mondják, hitelből finanszírozza Ukrajnába, hogy Ukrajna vegyen fegyvereket. Mert már az EU nem tud fegyvereket adni csak úgy, mert már azokat a fegyvereket meg lőszereket már odaadta, ami volt neki, ami felesleges volt gyakorlatilag. Na most pénzt tud adni a EU Ukrajnának, de úgy, hogy fölvesz hitelt. Na szerinted, ha az EU felvesz hitelt, akkor kik fogják azt visszafizetni? Az EU tagállamokban dolgozó állampolgárok fogják visszafizetni. Tehát ez mit fog előidézni? Tehát azt jó, ha tudjuk, hogy egy háború pénzügyi szempontból, mint egy feneketlen kút. Ami azt jelenti, hogy önteni lehet bele csak a pénzt. És nem jön vissza belőle egy kanyi se, ameddig a háború folyik. Tehát semmi nem jön vissza belőle. Csak öntik bele a milliárdokat. És lényeg az, hogy ez, mivel virtuálisan nem tudják ezt megoldani, ez azt jelenti, hogy az EU úgy működik, hogy ha nincs pénznyomtatási joga,
Tehát nem tud eurót adni úgy, hogy ő nyomtat, hanem azt az eurót tudja adni, ami van, vagy vesz eurót. Érted? Vesz. Na most, ez azt jelenti, hogy hát a világbanktól veszi, vagy mit tudom én, milyen, hogy hívják azt a bankot, na mindegy, attól veszi. És természetesen kamatra veszi. És kamatos kamatra veszi, természetesen. Na most, ezt jó, ha tudják a Európa lakosai, hogy ezt európai lakosság fogja visszafizetni. Nem a politikusok fogják visszafizetni, hanem az alkalmazottak fogják visszafizetni. Nyilvánvaló. De még a nyugdíjasok sem fogják visszafizetni, hanem ezt az alkalmazottak fogják visszafizetni, hogy tisztában legyünk ezekkel a dolgokkal, jó? Nem is a gyerekek fogják visszafizetni, majd ha a gyerekek felnőnek, akkor fizethetnek, ha majd dolgoznak, fizethetnek. Tehát ez azt jelenti, hogy Európát ez a háború szépen elkezdte elszegényíteni. Oké? Szó szerint. Na most, ha azt gondolod, hogy a milliárdosokat elszegényíti, akkor tévedésben élsz. A milliárdosok pedig nagy hasznokat húznak ebből a háborúból. De a lakosságot, az európai lakosságot elszegényíti. És ez még a jó eset, hogy elszegényít. De mi van, hogyha azok a háborúmániás politikusok, akik egyszerűen háborúzni akarnak az oroszokkal, netántán, mit tudom én, kirobbantanak egy háborút, mert nem az oroszok fogják kirobbantani, hanem az Unió vagy az USA. És nem az USA-n csattanna az ostor, hanem Európán csattanna az ostor. Tehát gondold végig, akkor mi lenne? Ha netántán itt amilyen záros határidőn belül, mondjuk egy éven belül háború is lenne, mert belesodornának minket a háborúba. Hm? Jó kérdés, nem? És még nem is azt mondom, hogy atomháborúba, hanem sima egyszerű háborúba. Most azt mondják a katonai szakértők, hogy a NATO, tehát a nyugati NATO, tehát nem Amerikáról beszélek most, hanem az európai NATO rész, az katonailag fejlettebb, előrébb jár, mint az orosz. Ez nem igaz, mert ezelőtt, mit tudom én, pár évvel, meg azt hallottam, hogy az orosznak annyi tankja van, hogy fogja is így átmegy Európán. Érted? Tehát pár évvel ezelőtt, na azóta, tehát nem tudom, tudjátok-e, hogy az európai tankgyártás az milyen ütemben zajlik, valami évente pár új tankot csinálnak. Úgy leépítették a fegyveripart. Szó szerint. Tehát évente pár új tankot csinálnak. Tehát valami, mit tudom én, hetente tudnak csinálni egy tankot. Érted? Az 52 tank egy év alatt. Hát ez semmi. Most az oroszoknak meg van vagy 10 000 tankjuk. Tehát valami eszméletlen, tehát sokkal több. Tehát lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol ugye egy megoldás lenne, a béke. Tehát azt kellene elérni az országoknak, hogy a nemzeteik vezetői ne támogassák ezt a rohadt háborút. Tehát, hogy a népük az fontosabb legyen, mint Ukrajna. Érted? Tehát én úgy gondolom, hogy ha már vagyunk egy EU-ba, valamilyen szinten belekényszerültünk az EU-ba. Én annak idején nem szavaztam meg. Én ellene szavaztam. Tehát tudtam, hogy csak egy piac kell, hogy legyünk. Tehát az is be is jött, gyakorlatilag Magyarország egy piac, és csomó mindent leépítettek. Na szóval lényeg az, hogy itt van az EU, és ha már benne vagyunk az EU-ba, akkor talán az EU lakosságát kellene figyelembe venni. Nem?
Tehát hogy az EU lakosságának mi az érdeke? Hát hogy ne kerüljön háborúba. Egy, kettő. Ne nagyon csökkenjen az életszínvonala, nem? Ez a másik. Oké? Na most ez azt jelenti, hogy ezt hogy lehetne elérni? Úgy lehetne elérni, hogyha a lakosság kimenne békés háború ellenes tüntetésbe. Mindenütt és rendszeresen. Jön a jó idő, lehet ki napozni menetelés közben. Oké? Nem a strandokon kell lebzselni majd a nyáron, hanem lehet napozni menetelés közben. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy gondold végig, hogyha rendszeresen a lakosság tüntetne a háború ellen, az ellen, hogy ne támogassák az ukrajnai háborút, már rég befejeződött volna az ukrajnai háború, ha az EU nem támogatta volna, hogy ne támogassák az európai háborút, akkor nem támogatnák a kormányok. Világos lenne ez? Tehát egy ezzel lehetne elérni minél hamarabb békét. Tehát Ukrajna az nem megnyerhető a nyugat számára már. Tehát az nem megnyerhető. Tehát arra jó lenne, ha belátnák, hogy minél jobban húzzák azt, hogy békekötés, az oroszok annál több területet fognak elfoglalni, és annál több területet nem fognak visszaadni. Tehát amit ők elfoglalnak, abból egy centimétert sem fognak visszaadni. Tehát hogyha elkezdték volna a tárgyalást mondjuk tavaly májusban, és mondjuk nyárra lezajlott volna minden és béke lenne, akkor sokkal kevesebb terület került volna az oroszok kezébe. Világos ez? Tehát minél tovább húzzák a tárgyalásokat, mert az amerikaiak nem engedik ugye az ukrán elnöknek, hogy béketárgyalásokra menjen, ezáltal ugye húzódik az egész, és az oroszok meg szépen lassan haladnak előre. És ez azt jelenti, hogy egyre nagyobb és nagyobb területeket foglalnak el, és annál kisebb lesz Ukrajna, ha a béketárgyalás lezajlik. Tehát az idő, ha valaki azt gondolja, hogy az ukránoknak dolgozik, akkor óriási tévedésben van. Minden katonai szakértő szerint az idő az oroszokat támogatja. Miért? Mert gondoljátok végig, milyen egyszerű lebombázni az infrastruktúrát, nem? És akkor onnantól kezdve mit csinál a lakosság? Érted? Tehát mit tudom én, küldenek mondjuk repülőt, az is migeket küldenek, ugye? Tehát küldenek repülőt, és ha lebombázzák a repülőteret, hol száll föl? Tehát ezek nem helyből felszálló repülők. Oké? Tehát vannak helyből felszálló repülők, de azok a modern repülők, a legmodernebb repülők, amelynek nem kell kifutópálya, hanem helyből képes felszállni. De a legtöbb harci repülőgép az nem helyből felszálló. Hát gondoljátok végig, még az anyahajókon lévő repülők sem helyből felszállók, hanem kifutó pályájuk van az anyahajón. Szóval egy olyan világban élünk, gondoljátok végig, ahol ilyen eszementségek vannak, hogy támogatjuk egy veszett, elveszett dolgot, egy veszteségre ítélt dolgot támogatunk. Tehát, és ebből az a baj, hogyha tényleg, jó, most már azt mondják a katonai szakértők, mint amit én mondtam, hogy ugye azt tudják csinálni, hogy a NATO-t nem tudják beküldeni, hanem megpróbálnak egy zsoldos hadsereget létrehozni, egy független zsoldos hadsereget, amit beküldenek, de nem NATO zászló alatt. Érted? Ezt elmondtam már, hogy ezt tudják csinálni, mert különben abban a pillanatban ugye akkor már a NATO és Oroszország harcol egymással szemben. Szóval lényeg az, hogy
Itt egyet tudnak, de hát képzeljétek el, nem akarnak menni oda harcolni az emberek. Tehát a zsoldosok sem. Hát ki, nem tudnak annyi pénzt fizetni, hogy ő meghaljon. Érted? Tehát itt ez nem olyan, mint egy, mint mondjuk az afganisztáni küldetés volt, hogy volt esélye, hogy meghaljon az ember, de kicsi. Itt meg nagyobb az esély, hogy meghal, mint hogy életben marad. Érted? Tehát, és akkor mi a megoldás egy ilyen helyzetben? Tehát mi a megoldás? Tehát mit csinálsz akkor, hogyha tényleg, mit tudom én, azt mondják, hogy na akkor újból bevezetjük a sorállományt. És akkor mit tudom én, hány éves kor alatt a férfiakat viszik katonának, érted? Mit csinálsz? Jó kérdés. Hát, mi már nem. Mi már nem megyünk. Hála Istennek. Hát jó, de mi se tehettük meg, hogy nem vonulunk be. De utána se tehették meg, akik már nem a szocializmusba vonultak be, hanem a 90-es években. Ők sem tehették meg, hogy nem vonulnak be. Tehát lényeg az, hogy ugye amikor olyan helyzet van, akkor a kiskapukat kiszedik. Tehát akkor nincs olyan, hogy megbeszéled az orvossal, hogy, hogy kiállítson valami papírt, hogy ilyen-olyan betegséged van és alkalmatlan leszel a katonai szolgálatra, hát olyan nincsen. Jó, ilyen helyzet nincs, de már olyan van, hogy megszületett a mozgósítási rendelet. Tehát olyan van. Tehát annak utána is tudsz nézni, egy pár hete, két-három hete jelent meg a közlönyben a mozgósítási rendelet. Tehát ugye én nem azt mondom, hogy 100% hogy ez lesz. De erre igen nagy esély van, ha csak nem kezdenek el az emberek tüntetni. Érted? Ha az emberek nem kezdenek el tüntetni rendszeresen a háború ellen, békésen természetesen, békés tüntetés, akkor itt ezek a hülye EU-s vezetők belesodorják a háborúba az EU-t. Érted? És ugye Orbán Viktor elmondta, hogy ez, már meghallgattam a egyik beszédében, hogy most nem propagálom őt, de jól mondta, hogy ugye a NATO az egy védelmi szervezet, a katonai szakértők is elmondják. És onnantól kezdve egy idegen ország megtámad egy NATO országot, akkor a többi NATO országnak a segítségére kell sietni. Hoppá. És ez kormányfüggetlen. Tehát nem teheti meg a kormány, hogy, hogy nem megy segíteni. Tehát úgy bele lehet rángatni Magyarországot is, vagy bármelyik országot a háborúba, hogy csak úgy fütyül. Érted? És elég, hogyha egy bolond államférfi, mit tudom én, valami olyan baklövést csinál, hogy, hogy a saját zászlója alatt, mit tudom én, átlépi a határt. És kész, onnantól kezdve már hadi állapot van rögtön. Jó, tehát érdekes ez a jelenlegi helyzet, eléggé. Ugye olyan ez a, eléggé olyan ez a helyzet, hogy, hogy a lakosságtól függne a dolog. Tehát, hogy mit tesznek a jó emberek? Mit tesznek magukért? Ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor itt háború lesz. Érted? De a jó emberek kimennek tüntetni szerte Európába rendszeresen, nem csak egyszer, hanem rendszeresen. Én még soha nem voltam tüntetni életemben, de háború ellen kimennék tüntetni, békésen természetesen. Hogy nem támogassák, és most nem feltétlenül, mit tudom én, a kormánynak mondanám,
mert itt ugye a magyar kormány mivel támogatja a háborút? Ugye azzal támogatja a háborút, hogy lehet, hogy mi nem küldünk fegyvereket, nem küldünk lőszereket, de aláírunk mindent, tehát mindent aláírunk. Tehát mindent aláírunk, azt is, hogy az EU küldjön fegyvereket, érted? Azt is aláírjuk. Érted? Meg azt is, hogy vegyünk fel arra a hitelt, hogy Ukrajnát pénzzel támogassuk. Mert hogyha gondold végig, nem támogatjuk fegyverekkel, de ugyanolyan baj, ha pénzzel támogatjuk, mert azon fegyvert fog venni ez a barom, akit úgy hívnak, hogy Zelenszky, érted? Ez fegyvert fog venni. Tehát ugyanúgy vagyunk, ha pénzzel támogatjuk. Tehát hogyha a miniszterelnökünk aláírja, hogy vegyünk fel hitelt azért, hogy támogassuk Ukrajnát pénzzel, akkor ugyanolyan, mintha fegyverrel támogatnánk. Semmi különbség nincs közte. Tehát itt nem a fegyver támogatás ellen kellene tüntetni, hanem az ellen, hogy ne támogassuk Ukrajnát. Oké? A segélyszervezetek, ha akarják, támogassák, az a dolguk, érted? De az országok ne támogassák. Az EU ne támogassa semmilyen szinten, egy fillérrel se támogassa, érted? Egy euróval se támogassa, egy dollárral se támogassa. És az, ez a háború addig fog folyni, ameddig Ukrajnát támogatják, érted? És most mindegy, hogy fegyverrel vagy pénzzel, mert nekik tök mindegy, mert ugye a pénzből úgyis fegyvert vesznek. Tehát egy érdekes világban élünk, és itt ez a kulcskérdés, hogy a háború elől menekülnie kell-e az embereknek, vagy maradhatnak, hogy lesznek-e háború ellenes támogatói, tehát a támogatás ellenes megmozdulások, vagy nem? Ez a kérdés. De a sok olyan ember, aki ugye jó ember és nem tesz semmit, most lehetne tenni azért, hogy befejeződjön ez a háború. Ha sok jó ember nem tesz semmit és csak nézi, hogy hát egyre jobban eszkalálódnak a dolgok, ahogy ugye szaknyelven mondják, tehát egyre nagyobb mértékben folyik és terjed ki a háború, érted? Most ugye például az oroszok telepítettek, illetve most kezdték el a telepítését az atomfegyvereknek Fehér Oroszországba. Ezen teljesen ki van akadva a nyugat, közben ők már évtizedek óta lassan telepítik szerte Európába, többek között Romániába is telepítettek atomfegyvereket. Na most nem olyan rég. Az nem számít, persze, az nem számít, így van. Na most egyébként én nem tudom, hogy ezekkel hogy vannak, csak mutatok valamit, jó? Mert most ez eszembe jutott, és nyitunk egy Google térképet. Nem tudom, hogy ezt tudjátok-e, hogy ez a rész itt, ez orosz terület. Ez. Ez orosz terület. Azt mondja, alatta van Lengyelország, fölötte Litvánia, az orosz terület. Ugye elrébb Fehér Oroszország, az orosz terület. Ugye az volt Kelet-Poroszország része. És az jelenleg is orosz terület. Hát oda simán tudtak vagy tudnak telepíteni atomrakétákat, mert orosz terület. Biztos is, hogy van. Érted? Tuti biztos. Mert az orosz terület. Hivatalosan is orosz terület. Tehát megnézed, mindjárt egy kicsit nagyítunk rajta. Nem határos Oroszországgal. És nem határos Oroszországgal, így van. Ide rátesszük a városra, és azt látod, hogy Kaliningrád. És azt látod, hogy Oroszország. Oké? Okay?
Nem, Kaliningrád. Kaliningrád. És Oroszországhoz tartozó terület. Ami azt jelenti, hogy tudni, hogy vannak ott atomfegyverek, hát bolondok lettek volna, ha nem lenne. És az a legnyugatibb rész. Mi a probléma itt a, az, hogy ide telepítenek? Mindjárt mutatom. Ide Fehér Oroszország területére, ide akarnak atombombákat telepíteni, mikor itt már biztos van. Szentinvestés. Persze. Így van. Na szóval lényeg az, hogy, hogy egy érdekes világban élünk, ezt csak azért mutatom meg, hogy érdekesség. A legtöbb ember nem is gondolja, hogy ez egy orosz terület. Gondoltad volna? Hát erről van szó. Nem tudom, tudod-e, hogy ez nagyobb volt a második világháború előtt. És azt tudod-e, hogy emiatt robbant ki a második világháború? Azért, mert ez Poroszországhoz, tehát Németországhoz tartozott. Tehát ez a terület, de egy nagyobbra gondolj, tehát egy ilyen nagy terület. Tehát vagy kétszer vagy háromszor ekkora volt az a terület, és az Németországhoz tartozott. És szárazföldön volt egy út, ahol közlekedhettek Németország és Kelet-Poroszország között, ezt úgy hívták, hogy Kelet-Poroszország között. És a német, az lengyelek lezárták ezt az utat. Az angolok javaslatára. Így van. Tehát az angolok megengedték nekik, hogy lezárják azt az utat. És erre robbant ki az a támadás, hogy lesöpörték Lengyelországot a térképről. Érted? Mert nem tudtak összeköttetésben lenni, csak a tengeren keresztül a saját népükkel. Oké? Okay? Tehát ott gyakorlatilag szinte a teljes lakosság német volt. Tehát nem lengyel, nem ilyen vagy olyan, hanem német. Most alig van már német, mert az egészet deportálták a második világháború után. Sokan elmenekültek, a maradékot meg deportálták. Tehát Németországba küldték. Oké? Okay? Na, csak ezt azért mondom, hogy tisztában, mert ez nincs kiírva, hogy ez Oroszország. Pedig az. Oké? Okay? És az elég közel van Lengyelországhoz. Nem is olyan messze van például Németországhoz. Nyugatabbra van a csücske, mint Fehér Oroszországnak a csücske. Jó? Ez csak úgy azért, hogy ne higgyünk el mindent, amit itt mond a média, főleg a hírek, a szakértők, amit mondanak, az a lényeg. Ezt például nem szakértőktől hallottam, hanem ránéztem a térképre. Oké? Okay? És jé, mondom, itt van egy csücsök. Az vajon kié? Hát az oroszországi. Oké? Okay? No szóval, nehogy azt gondolt, hogy orosz barát vagyok, én békepárti vagyok. Békebarát vagyok. Hiszen nézzük meg, miért is működünk, jó? Mindjárt visszateszem azt, amit az előbb elvettem. Nem ez az, ez az, nem ez az, ez az. Nézzük. Hát képzéseket tartunk azért a jó embereknek, jó? A rossz emberek nem akarnak tanulni. Tényleg. Azt látjuk, hogy a jó emberek akarnak tanulni, fejlődni, a rossz emberek azok meg nem akarnak tanulni, sőt egyre hülyébbé akarnak válni. Tényleg, szó szerint. Na most, tehát a jó embereknek tartunk képzéseket, olyan tudást nyújtunk, olyan képességeket és gyakorlási lehetőséget adunk, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képesekké válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására.
a lelki fejlődésre. Így az emberek, ha fejlődnek, képesekké válnak szeretetben, békében és boldogságban együttműködni. Képzeljétek el, ezt 13 éve mondom. És eddig ezt kellett hangsúlyozni, hogy szeretet és boldogság. Most megváltozott. Már nem azt kell hangsúlyozni, a többit is hangsúlyozni kell nyilván, ezt az első, ezt a másodikat kell hangsúlyozni, hogy békében, érted? Na most ha az emberek fejlődnének, például a politikusok, csak azok olyan okosnak képzelik magukat, mint a tavalyikos, tehát legalább olyan okosnak, érted? Tehát ha fejlődnének, akkor nem háborúznának, érted? Akkor meg lehetne értelmesen beszélni egymással dolgokat. Meg tudnának értelmesen beszélni egymással dolgokat. De mivel nem fejlődnek, mert ők max azt tanulják, hogy minél nagyobb hatással tudjanak szónokolni mások számára. Hogy minél jobban tudják befolyásolni az emberek érzelmeit. Oké? Érzéseit. Ezt tanulják. Schluss! Csak hogy tisztában legyetek ezekkel, jó? Nyilván tárgyalás technikát is tanulnak. Oké? Tehát kommunikáció, az egész, amit tanítanak nekik, az csak egyetlen egy dolog, úgy hívják, hogy kommunikáció. Azt tanítják nekik, schluss. És ők azt gondolják, hogy ezzel bőven elég az, amit tudnak. De ha megnézed, az élet nem csak egy terület, hanem 10 terület. Tehát eleve kellene tudni bánni magunkkal, párunkkal, szüleinkkel, gyerekeinkkel, más emberekkel, munkánkkal, pénzzel, környezetünkkel, hatóságokkal, Istenünkkel. Ezekkel tudni kellene bánni. A kommunikáció az erre tartozik, hogy valamilyen szinten hatást tudjanak gyakorolni más emberekre. De ott is mások érzelmeire. Tehát ha megnézed, a vezetés, mindig a politikai vezetés mindenütt az országokban a saját érdekeiket képviselték. Tehát a saját érdekeiket. Nem a nép érdekét. Tehát nagyon ritka, hogy egy politikus a nép érdekét képviselje. Ma egy olyan világban élünk, hogy sajnos a politikusokat meg lehet zsarolni. Először megvesztegetéssel próbálkoznak, nyilván titkosan. Utána az nem működik, akkor a zsarolással próbálkoznak. Ha az sem működik, akkor úgy járnak a politikusok, mint Saddam Hussein. Mert Saddam Husseinnél nem működött a megvesztegetés, nem működött a zsarolás, ezért fogták és likvidálták. Nem csak Saddam Hussein volt ilyen, hanem Kaddafi is ilyen volt, a líbiai elnök, oké? Az is ilyen volt, mert ugyanis képzeld el, milyen jólétet csinált a líbiai elnök, hogy gyakorlatilag minden ingyenes. Mármint mi ingyenes? Teljes orvosi ellátás ingyenes, az oktatás minden. Magas életszínvonal. Érted? Ezt ért el? Az, a lakást kapnak, stb. Stb. Így van? Tehát ami azt jelenti, hogy ezt szüntették meg. Érted? Exportálni akarták a demokráciát az USA-ban. Mert ugye nem volt demokrácia. De jólét volt. Tehát
ami azt jelenti, hogy a legmagasabb életszínvonalat Afrikában ott érték el az állampolgárok, egész Afrikában, érted? Líbiában volt a legmagasabb életszínvonal. Szóval ott is nem fogadott szót, nem tudták megvesztegetni, nem tudták, ugye, mi volt a másik? Zsarolni, így van, köszönöm szépen, nem tudták zsarolni, mit csinálták? Azt is kiiktatták, oké? Az élők sorába. Szóval egy érdekes világban élünk, ahol ha az emberek, a jó emberek tennének valamit, már mi pedig most lehetne mit tenni? Lehetne azt tenni, hogy béketüntetések, békemenetek, érted? Hogy igenis a kormányok és az EU, mert nem a kormányok, az EU és a kormányok állítsák le az ukrajnai háborúnak a támogatását. Még akkor is marad egy USA, amely támogathatja, de hát ott is ugyanez a helyzet. Hát ha az USA is támogatja a háborút, addig, ameddig támogatja, ameddig abból nincs haszon, addig, mert csak a fegyvert adja, tehát ha csak adja, az nincs haszon, oké? Akkor ha úgy adja, hogy hitelre a pénzt vagy a fegyvert, persze az akkor előbb-utóbb megtérülhet, ha egyáltalán lesz Ukrajna, amelyik visszafizesse, ha egyáltalán lesz. Szóval lényeg az, hogy a háborúból én tudom, hogy az USA mindig hasznot húzott, de nem akkor, amikor a háború volt, hanem utána, oké? Tehát utána. És ugye azt is tudjuk, hogyha egy, hogy a USA-ban vannak a legnagyobb fegyvergyárak, meg lőszergyárak, tudjuk, hogyha fegyvert ad el, akkor ugye a lőszergyáraknak meg a fegyvergyáraknak ez munkát jelent, komoly munkát, és az bevételt jelent az államnak az adó miatt. Végre egy katonai szakértőtől hallottam ezt, mert erről már beszéltem. És lényeg az, hogy az USA-nak ugye az a jó, hogy minél több adóbevétel jön be, természetesen, hogyha pörög a fegyverkereskedelem, minél több fegyvert tudnak gyártani, természetesen nekik ez a jó. De az nem a lakosságnak lesz jó. Hanem a gazdagoknak lesz jó. A fegyvergyárosoknak lesz jó. A lakosságnak miért lenne jó? Tehát az a világ elmúlt, hogy szociálisan segítsék a lakosságot. Tehát az a világ elmúlt. Az működött a 80-70-es, 60-as, 70-es, 80-as, 90-es években, de ez a 2000-es évektől ez már nem működik. Tehát már nincs. Nincs ilyen. Tehát nincs ilyen, hogy a lakosság szociális létét az segítsék. De ilyen már nincsen. Tehát mindenütt a világon tolják ki a nyugdíjkorhatárt, ahol tehetik, csökkentik a nyugdíjakat, ahol tehetik, csökkentik az egészségügyi ellátást, finanszírozását. Ugye egyre inkább magukra szorulnak az emberek, ha betegek, stb. Stb. Tehát egyre jobban szállnak ki mindenütt, a nyugati országokról beszélek, a szociális hálóból az állam. És egyre inkább rá hagyja a lakosságra a saját szociális működését. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki azt gondolja, hogy egy országnak a háború az jó bevételt hoz, akkor az a lakosságnak is jó lesz. Egyes embereknek lesz jó. Oké? No, szóval, lényeg az, hogy egy érdekes világban élünk, és ugye itt attól függ, még egyszer mondom, attól függ, hogy belekeveredünk-e a háborúba vagy sem, hogy a lakosság
kiáll-e az ellen, vagy azért, hogy ne támogassák a háborút az EU és a kormányok. Érted? Tehát ne támogassák. Tehát semmilyen szinten sem támogassák. Nyilván a humanitárius dolgok mehetnek, azzal semmi gond nincs, de azon túlmenően. Nyilván ugye az ilyen segélyek, nem fegyversegélyek, meg pénzsegélyek, hanem egyéb segélyek, azok mehetnek, élelmiszer, vagy ruha, vagy akármi, azok mehetnek, aztán mintha elvágták volna. Oké? Okay. De nem úgy, hogy pénzt adunk nekik. Mert a pénzt fegyverre fogják költeni. Oké? Okay. Nem ruhára fogják, nem segítségre fogják, hanem fegyverre fogják költeni. Jó? Tehát itt egy dolog van, vagy az emberek, a jó emberek harcolnak idézőjelbe a békéért, hát vagy itt nem lesz béke, és belekeveredünk háborúba. Tehát a józan észnek kellene győzni, nem annak, hogy belekeveredjünk ebbe a hülyeségbe. Tehát ugye nekem van arra is tervem, hogy mit teszek akkor, hogyha netántán belekeverednénk ebbe a háborúba, még előtte mit teszek. Nekem erre van tervem, de a legtöbb embernek nincs. Én készültem hosszabb ideje arra, hogy jön egy nehéz világ. Oké? Okay? És számomra az, hogy nehezül a világ, nem jelent meglepetést, mert erről én régen beszélek, hogy nehéz világ elé nézünk. Tehát régen. Ugye szoktam olyat csinálni, hogy a hozzászólásokat elolvasom, ugye a díjmentesnél vannak hozzászólási lehetőségek, és akkor írja valaki nekem, hogy ezt most tegnap este olvastam, írja valaki nekem, hogy egy kicsit szerényebbnek kellene lenni azzal a kapcsolatban, hogy ahol én tanultam, akkor azok többet tudnak, mint én. Tehát, mert hát tőlük tanultam. Most mindenféle egyéb tanulmányomat azt én 2010-zel befejeztem. Tehát én 2010 óta sehova nem mentem tanulni. Most ha megnézzük, én 2010-ben, amikor elkezdtem a coach képzéseket, tehát azokat a képzéseket, itt vannak, mindjárt mutatom, jó? Hogy milyen témában tartunk coach képzéseket, itt vannak. Tehát például a legfontosabb képzéseket megmutatom, a etika coach képzés, eredményes tanulás, akkor önismeret, vérmérséklet, hangulatjavítás, személyiségfejlesztő, elnyomásfeloldó, önbizalomteremtő. Jó? Tehát van 25 témánk. És amikor én elkezdtem a képzéseket tartani, akkor egy-egy téma egy hónap volt. Igaz, hogy nem volt 25 téma, csak jóval kevesebb, talán 10-valamennyi, mert így van, 10-valahány téma. Tehát az azt jelenti, hogy 10-valahány hónap alatt lezajlott. Az első időszakban. Tehát a legelső időszakban. Tehát 2010-ről beszélek, onnan indultak. 2010 nyara. És tehát ilyen nem volt hosszabb másfél évnél. Egy körforgás, mert nálunk körforgásban jönnek a képzések. Tehát az azt jelenti, hogy nem maradsz ki egyből se, mert körforgásban jönnek egymás után a képzések. Most több mint 6 év a képzés, amit nyújtok. Tehát az azt jelenti, hogy kb. 4-szer annyi tudással rendelkezek, mint 13 évvel ezelőtt. De azóta én képzésen nem vettem részt. Hogy a manóba lehet akkor, hogy 4-szer annyi tudásom van, mint 2013-ban? Onnan, hogy nekem van egy olyan kapcsolatom, hogy kapom a tudást.
Honnan kapom? Fentről kapom a tudást. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy egyszerűen, mit tudom én, olyan dolgok, amit soha életben nem hallottam, és az ember és az élet működésével kapcsolatosan, és felvetődik ez kérdésként, és mondjuk 3 perc múlva megkapom a választ. Na most azért, mert hogy ugye azt is kritizálták, hogy hogy merem én azt mondani, hogy a legtöbb tudást ilyen jellegűen én tudom elmondani az embereknek, itt visszamegyünk. Jó? Jó, akkor mutassanak olyan embert, aki annyi témában az ember és az életismerettel kapcsolatban tud annyi információt mondani, mint én, bármilyen témában. Érted? Úgy értve, ami ember és életismerettel kapcsolatos. Tehát ez azt jelenti, hogy amit nem tudok, azt is megkapom információként, és onnantól kezdve tudom. Tehát tudom. Tehát ehhez kaptam olyan plusz képességeket is, ami ezt segíti, hogy tudjak természetesen, de lényeg az, hogy ez nem nagy képűség. Tehát én olyan témákba tartok simán előadást, amit én soha nem tanultam. És nem csak előadást tartok, hanem azt tudom, hogy úgy működik. És ha az emberek kipróbálják, hogy úgy kell, hogy működjön, és akkor kiderül, hogy az úgy működik. Érted? Tehát, hogyha ez nagy képűség, hogyha valaki elmeri magáról mondani azt, hogy tud, akkor az a hülye, aki ezt gondolja. Oké? Ilyen egyszerű. Tehát attól, hogy te nem tudsz, mondom annak, aki ugye azt gondolja, hogy ez nagy képűség, ha te nem tudsz, az nem a más problémája, hanem a tied. Oké? És ha netán-tán te is tennél annyit az emberekért, mint amit én tettem 30 éve, érted? Akkor lehet, hogy neked is lennének ilyen képességeid. Mert én az elmúlt 30 évben az átlagnál sokkal többet tettem az emberekért. Oké? És amikor én egy filmet nézek, és ott a pénzért megvesznek az emberek, hogy mit tudom én, gyilkol, vagy ezt csinál, azt csinál pénzért, akkor én ezt gyakorlatilag nem értem, hogy hogy lehet bennük ilyen érzés. Tehát én soha nem dolgoztam pénzért, én azért dolgoztam, hogy mondjuk megéljünk, vagy azért dolgoztam, hogy ez meglegyen, de soha nem azért, hogy pénzért, érted? Én tudtam azt, hogyha én teszem a dolgom, akkor én sem járok rosszul. Oké? És tudtam azt, hogyha olyan dolgokkal foglalkozom, amivel emberek javát szolgálom, akkor én sem fogok rosszul járni. De a pénz engem sose érdekelt. A nejemet érdekelte. Mint általában a hölgyeket. Persze. De engem nem érdekelt. Én tudtam, és ő is tudta, hogy amire szükségünk van, azt én meg fogom teremteni. Oké? Tehát ez azt jelenti, hogy számomra az, hogy az emberek megvesznek a pénzért, ez annyira távoli tőlem, hogy ez valami, mint Makó Jeruzsálemtől legalább olyan távolságra van tőlem, érted? Tehát a pénznél 100-szor fontosabb a tisztesség, érted? 100-szor. A pénznél 100-szor fontosabb a szeretet. Érted? 100-szor. Tehát ezekről én meggyőződtem, hogy ez így van. Tehát a pénz az semmi más, az csak egy használati eszköz. Tehát most gondold végig, mit tudom, egy festőnek van ecsete, akkor veszködik az ecsetéért. Hát bolond lenne, hát az ecset is csak egy eszköz, nem? Hát a végeredményért kellene veszködni, nem az ecsetért. Most az emberek a pénzért veszködnek. Megvesznek a pénzért, érted? Megmámorítja őket a pénz. Ha megnézed,
azok a normális emberek, akik látszatra normálisak voltak, és pénzük lett, utána megbolondultak. Nem, ne szó szerint érsz, nem kerültek bolondokázába, tehát ne így értsd, hanem egyszerűen megváltoztatta őket a pénz. Miért változtatta meg? Mert a pénz olyan, mint a drog, meg olyan, mint az alkohol, hogy oldja a gátlásokat, érted? És ezáltal a pénzes emberek, akik előtte gátlásosak voltak, tehát nem tettek meg addig bizonyos dolgokat, míg nem lett pénzük, utána gátlástalanná váltak. És ez általános. De az ember tud dolgokat az élet és az ember működéséről. Most mondok példát. Én valamennyit tanultam az etikáról, még régen, 2010 előtt. Először ugye 98-ban. Na most ahhoz képest én körülbelül 10-szer vagy 15-ször annyi információt tudok az etikáról tanítani, mint amennyit én tanultam. De lehet, hogy 20-szor annyit. Érted? Na most, ami azt jelenti, hogy a bolygón jelenleg etika kérdésében nincs élő személy, aki többet tudna tanítani az embereknek. Beleértve természetesen a Dalai Lámát is. Oké? Tehát, és ez nem nagy képűség, hanem tudom, amit tudok. Érted? Tehát én azért vagyok itt a bolygón, hogy az emberiséget jobbá tegyem, de egyedül ezt nem tudom megcsinálni. Senki nem tudta a bolygón egyedül megcsinálni. Senki. Sem, még félistenek se tudták megcsinálni, érted? Én nem vagyok félisten. De együtt meg tudjuk csinálni, hogy jobbá tegyük az emberiséget. Érted? Tehát nekem kellenek olyan társak, akivel meg tudjuk, akikkel meg tudjuk csinálni azt, hogy jobbá tegyük az embereket. Mert ez a kulcskérdés. A pénz nem cél, az egy eszköz, érted? Egy csereeszköz. Megkérdezni, milyen eszköz, mondanám, csereeszköz. Tök jó, hogy nem kell, mit tudom, még kis széket libára cserélned. Érted? Vagy libát kis székre. Hanem van egy köztes csereeszköz. Egy közvet, oda rakott eszköz. Tehát semmi gond nincs ezzel. Ami lebonyolítja az egyszerű cserét. Tehát egy érdekes világban élünk, nem tudom te hogy fogod megoldani a jövőben az életedet, de az biztos, hogy aki velem tart, annak könnyebb lesz. Jó? Illetve velünk tart, mert nem az a lényeg, hogy velem tarts, hanem az a lényeg, hogy velünk tartsál. Akkor könnyebb lesz. Köszönöm szépen a figyelmet, visszaadom a szót a házigazdáinknak, szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szalacsik Miklós mesterkósnak a mai tudatosságfejlesztő bemutató előadást. Nagyon elgondolkodható volt. Nagyon jó előadás volt. Egy ilyen előadás után merje azt bárki mondani, hogy itt nincs értelme a tudásnak? Vagy hogy tanulni? De vajon milyen lehet a második rész? Ahol a képzés van. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy elkezdtem a képzést, és azóta is itt tanulok. Én már 4 éve, hogy elkezdtem tanulni a Nyílt Akadémiánál, és rengeteg mindent megtanultam igazából. Leginkább azt, hogy amikor ide kerültem, akkor nekem voltak betegségeim, ugye azóta már rájöttem, hogy mik voltak ennek az okai, így most egészséges vagyok. Megtanultam, hogyan legyek feleség, és jó feleség. Megtanultam, hogyan legyek anya, hogy hogyan neveljem a gyerekemet jól, főleg a mai társadalomban. Megtanultam vállalkozónak lenni a férjem oldalán, és ebben is megtaláltam önmagam, mert megkaptam rá a módszert. És most 29 éves vagyok, és mindenféle kötöttség és hitel nélkül tudom azt elmondani, igen, hogy az eddigi életünket lépésről lépésre a módszerek alapján építettük fel. Amiket itt tanultunk. Igen, a képzés alapján. És mindenre megoldást kapunk mind a mai napig.
És ezért nem félek a jövőtől sem, és nem hat ránk az a társadalmi nyomás, ami a világban van. És ha szeretnél ilyen életet, mint akár a miénk is, legyünk példák neked, aki most itt hallgatsz minket, és mert ugye nem véletlen, hogy az előadás elét tették, akkor kezd el a képzést, és legyél itt tanuló a Nyílt Akadémiánál. A rengeteg tudás mellett rengeteg segítséget is kaptunk egyébként vezetőinktől, mesterünktől, Szelecsi Miklóstól. Van nálunk egy csekély tandíj, aminek az első havi összege 19.700 forint, a második hónaptól pedig csak 12.500 forint árgaranciával egy éven keresztül. Ha elosztjuk ezt a 12.500 forintot, körülbelül 30 óra egy havi képzés, akkor kijön egy összeg, körülbelül 420 forint egy óra. Valamelyik nap láttam Facebookon egy hirdetést, ilyen magántanárokat kerestek, egy nem is tudom hova, nem annyira nem néztem meg, csak azt láttam meg, hogy 2500 és 7000 forint között tartanak magánórákat. Általános iskola, középiskola, egyetem, vegyesem. Tehát általános tantárgyakra lényegében. Matek. Sőt, volt olyan, aki odaírt a kommentbe, hogy 8-10 000 forintért is kérhetnek pénzt. Ahhoz képest 420 forint az semmi. És ugye még egy példát, hogy ugye én az agykontroll tanfolyamat elvégeztem, annak most tegnap este megnéztem az árat, 59 000 forint 4 nap. Csak összehasonlításképpen. Az itt majdnem 5 havi tandíj. És mik... Igen. És mi különbözteti meg még a PPH-t a többi tudásátadó szervezettől? Miért mondhatjuk azt, hogy egyedülállók vagyunk bolygó szinten? Elhangzott ugye a mesterünktől néhány mondat, hogy miért mondhatjuk ezt. Igazából azt el is mondtad meg. De hol van még egy olyan tapasztalt mester a bolygón, aki azt tűzte ki célul, hogy létrehoz egy szebb, szeretet alapú jövőt? Nincs ilyen még egy a Földön. És ehhez pedig minden módszert és információt megkapott, és folyamatosan kapja és a teremtőjétől. Nincs még egy ilyen ember a Földön. Itt nálunk egyben megvan hozzá minden tudás, ami kell. Erről, akik itt tanulunk, már számtalanszor meggyőződtünk. Ez így van. Mennyit akartam én is mondani? A szünet után szeretetteremtő kócsképzésünk lesz, amelyen, ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. De ennek ellenére még nézd meg pár előadást a YouTube-on. Körülbelül 1000 előadása van már Szelecsi Miklósnak fent. Válogass közülük, és biztos lesz olyan, amit megtetszik neked. Köszönjük szépen Szelecsi Miklósnak a mai bemutató előadást, illetve hogy a házigazdák lehettünk. Akik már tanulók, azok pedig kattintsanak át a képzéseink menüpontban a jelen havi élő főre, és ott tudjátok tovább nézni a kócsképzést, amit 30 perc után folytatunk, 19.55-től. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, sziasztok!